estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdemes lesz. Hamarosan elkezdődnek az általános iskolai beiratkozások, úgyhogy lassan ideje eldönteni, hol kezdje meg tanulmányait a gyerkőc. Műsorunkban most két véletlenszerűen kiválasztott intézmény programját mutatjuk be, ahol már korábban is forgattunk. Elsőként a Szent Imre Általános Iskola SANSZ programja következik. Játszva tanulni a legjobb. Erre a négy szóra esküszik a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda. Ezért is alkalmazzák a SANSZ programot. A mozaik szó a sakk, angol, néptánc és számítógép használat szavak kezdőbetűiből tevődik össze. Mégpedig azért, mert az intézményben úgy gondolják, hogy a kisiskoláskori élmények befolyásolják a gyerkőc későbbi életét, munkakultúráját és kudarc tűrését. Na de hogy hogyan jön össze a sakk és a tanulás egy egyházi iskolában? Egyházi fenntartású intézmény vagyunk. Ez más nem jelent, egy kis pluszt jelent a költségekhez képest, ugye a szülői költségekhez képest, ugyanúgy állami normatívából működünk, szakköreink, egyéb fejlesztő foglalkozásaink ingyenesek, étkezés ugyanígy. A pedagógiai programunkban van különbség, hiszen mi erőteljesebben kidomborítjuk az értékrendet, egy értékrend kultúra átadását, és talán ez a legjelentősebb különbség, hogy egy katolikus értékrendet is átadunk a gyermekeknek a 8 év alatt, amíg itt a mi iskolánkban eltöltik a hát egyik legfontosabb időszakukat. Ezt a gyakorlatban hogyan kell elképzelni? A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy iskolaként működünk, tehát legfontosabb tevékenységünk a középfokú beiskolálásra történő felkészítés, de emellett a mindennapi életünket a katolikus életrendnek és egy iskolás életrendnek rendeljük alá. Tehát a megszokott családi családokban megszokott életmód mellett ugyanúgy elsőtől a nyolcadikig olvasni, írni, számolni tanítjuk a gyermekeket, és legfontosabb tevékenységként még egyszer azt végezzük el, versenyre küldjük őket, egyéb foglalkozásokra, hogy a gyermek sokoldalúak, tájékozottak, megőrizzék a kíváncsiságukat, és hát jól teljesítsenek, amikor megmérettetésre kerül sor. Miért fontos egyébként, hogy itt az iskolában a vallást is gyakorolják a fiatalok? Hát távolról kezdem, én úgy gondolom, hogy jellemnevelés. A mai világban akár a félelemmel szemben, vagy a rengeteg kihívással, vagy egy ártó dologgal, akár az internet ártalmaira is gondolok szemben, kell egy tartó erő, és úgy gondolom, hogy egy kipróbált értékrend, amelynek a gyakorlata és a közösségi megerősítése nagyon fontos. Talán ez a legfontosabb, én szerintem a mai világban, hogy olyan értékrenddel rendelkezzen egy gyermek, amely akkor kihívásaira is megfelel, tehát védi a gyermeket, másrészt pedig még egyszer munkakultúrát, morált, küzdeni tudást, és hát olykor ugye akár mondjuk a sakkra gondolva, akár a vereségek elviselését is lehetővé teszi. Tehát én a jellemnevelést nagyon fontosnak tartom, hosszú távú céljaink vannak, és amikor közben versenyeredményeink születnek, azok mindig csak úgy mondanám gyümölcsei ennek a munkánknak, amit hosszú távra tervezünk. Említette, hogy szakkörökön működnek itt az intézményben, illetve versenyekre is rendszeresen járnak a gyerekek. Milyen szakkörök ezek, és milyen jellegű versenyek azok, amiken ők eredményesen szoktak teljesíteni? Hát igen, nem is, ugye ez mint gyümölcsök, de a legfontosabb programunként talán a SANSZ programot tudnám említeni, amely egy mozaik szó, ugye sakk, angol, néptánc, számítógép használat. Ez már óvodában elkezdődik, hogy a gyökerei oda lenyúlnak, és plusz képzés, tehát plusz órában, plusz terhelésben történik, a gyerekek részére is, persze a szülők részére is, még egyszer ezek mind ingyenes programok, de azért a gyermekek idejét nagyon igénybe veszi, és az energiáját is. Most egy ilyen programnak a eredményessége már a felsőben, de már harmadikban is nagyon jól mérhető, és ezek a gyümölcsök jelennek meg, akár sakkban, akár matematikában, akár szalóversenyben, vagy akár egy múzeumlátogatásban, ahol azért kapnak dicséretet, mert nagyon fegyelmezettek, kultúrántat tudnak viselni, és nagyon ügyes kérdéseket tesznek fel. Olykor átveszik a tárlatvezetőnek is a szerepét, mert hát ugye a gyerekek tele vannak tudással, kíváncsisággal és hát aktivitással. Emelt óraszámban tanítjuk ugye a sakkot, az angolt, a néptáncot, illetve hát a mozgáskultúrát, mozgáskottát és a számítógép használatát is.
ezek olyan sok oldalú képzését teszik lehetővé a gyermeknek, amivel mi mindig beiskolási időszakban kampányolunk, hogy nem lehet tudni még, hogy a gyermeknek milyen képessége van, miben erős, miben lesz sikeres. Ezért egy ilyen, úgy szoktam mondani, hogy széles nyomtávú útra tereljük a gyermekeket, és találnak benne hát sikert, örülnivalót. Van, aki nem tud jól matekozni, de viszont nagyon jól sakkozik, pedig úgy gondolnánk, hogy a kettő szorosan együtt összefügg. Tehát ez a széles képzési program mindenkinek ad kedvet, kíváncsiságot és sikerélményt. És én ezt tartom nagyon fontosnak, hogy az a gyermeki kíváncsiság, ami még elsőben, meg alsóban is megvan, ez megmaradjon középiskolás korra is, hiszen hosszú távra ez jelent teljesítőképességet a gyermek számára is, de mondhatnám örömet, sikert a család számára, a iskola számára, meg hát ilyen nagy szavakat mondhatok, akkor egy nemzet számára is. Milyenek a gyerekek visszajelzései egyébként a programmal kapcsolatban? A gyerekek mindent bírnak, tehát ők ugye az értelmes és jól szervezett programot nagyon szeretik, és így vesznek részt. Tehát amikor azt mondom, hogy már ne küldjük annyira, és már későn kezdődik, ők ezt egyrészt kötelességként, másrészt felelősségként, harmadrészt pedig lehetőségként érik meg. Most is azt mondtam, hogy a gyermek energiája szinte kimeríthetetlen, ha értelmes és jól szervezett programokra küldjük őket. Tehát ők szívesen és örömmel vesznek részt. Persze kell ehhez az, hogy a kudarcok mellett, tehát még egyszer sakkban, akár matematika versenyben, szavaló versenyben vannak azért nem első díjak is, első helyek, mindig érnek el szép eredményeket, ami táplálék ugye egy versenyzőnek, hogy akkor tovább küzdjön, áldozza rá az idejét, erőfeszítését, kiálljon, és akkor hát még egyszer a kudarcok vagy sikertelenségek mellett begyűjtse azokat az elismeréseket, ami a erőfeszítésének a gyümölcsét jelenti. Én úgy érzem, a gyerekek örülnek ennek. A legfontosabbnak tartom még egyszer, hogy munkamorál és a munkakultúrának a kialakítását. Ez hosszú távú értek, és ezt mi talán elsőbbként kitűzzük, mint a versenyeredményeket, amely még egyszer csak eredménye ennek a nevelő munkának. A Szent Imrés gyerekek szeretik iskolájukat. Sokaknak több kedvenc tantárgya is van. Tessi, az írás, meg az olvasás, és azért, mert írásban sok piros pontom van. És mire kaptad azt a sok piros pontot? Szépen írok. Tas is ezekért a tantárgyakért rajong. A testnevelés, az írás és az olvasás. Jól is mennek ezek neked? Igen. Milyen jegyeid vannak? Sok-sok ötös. A gyerekek közül sokan már óviba is ide jártak. Nagyon szeretem, mert a tanárok is nagyon jól tudnak. Őszintén megnevelik a gyerekeket, ha már otthon nem is sikerül pár szülőnek. Hát én sem vagyok egy minta gyerek, de úgy érzem, hogy sikerült a tanároknak fegyelmezni engem. Hogy értékel ezt? Hogy ezt itt te is kimondod? Hát elég sok szigorúsággal, és tényleg nagyon szeretem ezt az iskolát. Nagyon a szívemhez nőtt, és ezért nem akarom elhagyni. Úgyhogy a 8. biztos, hogy kijárom. Ezen kívül mi annak az oka, hogy ennyire ragaszkodsz ehhez az iskolához? Fú, hát a barátok. Van sok barátom, akit már óvodáskorom óta ismerek, és őket is nagyon megszerettem. Van, aki a vallásban találta meg magát. Én óvodáskorom óta itt vagyok, és nagyon szeretem, mivel ugye vallásos családból származok, és szeretem, mivel katolikus, de ugye nem ez az egyetlen katolikus iskolásuli városba. Szeretem, mert tanulunk hittant. Van ennek egy ilyen mélység, amit úgy érzek, és úgy jó, hogy valaki figyel rám, meg ilyesmi. Az, hogy tanulunk hittant, az olyan szempontból is fontos, hogy az olyan ünnepeket, amik mondjuk annyira nem ismertek, azokat mi is megtanuljuk, jobban tudjuk. Persze azt is megkérdeztük a diákoktól, hogy milyenek a tanárok. Vannak szigorúbb és kedvesebb, meg mármint a szigorúak is kedvesek, de úgy szeretem a tanárainkat, mert úgy a nagyja vallásos, és kedvesen tanítanak, és ha elszúrjuk a dolgokat, akkor
annak javítási lehetőséget. Végül pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy az intézmény kiket szeretne megszólítani. A legfontosabb ugye a szülő szándéka, hogy ő szeretne egy ilyen értékrendet a gyermekek köré, és nem csak azért, mert a nevelőktől ezt látja, hanem mert a közösségben ezt így éli meg. Tehát amikor ő csinál valamit, vagy amikor vele történik, akkor is megmozdul egy értékrend, és úgy érzem, hogy jól igazítja el a gyermeknek a cselekedetét, vagy az érzelmeit. Tehát azokat a szülőket várjuk, akik ezt a katolikus értékrendet elfogadják, fontosnak tartják, és emellett még hát fontosnak tartják azt is, hogy a gyermeke még egyszer egy munkakultúrával, közéleti tudással rendelkezzen, mert azért innen úgy megy ki a gyermek. Nyolcadikos gyerekek visszajárnak, és középiskolában is nagyon sok visszajelzést kapunk, hogy terhelhetőek, akár műsorokon, akár versenyen, akár munkában, hozzán szoktak ahhoz, hogy terhelhetőek a gyermekeink fizikai munkával is, és hát egyéb más jellegű közösségi munkával is. Talán az a szülő, aki úgy fontosnak tartja még egyszer a gyermekének egy mélyebb vagy hosszabb távú jelenformálását, küzdeni tudásának, a kudarctűrő képességének a fejlesztését, hát azokat várjuk, és szerencsére hát egyre többen vagyunk, hiszen a létszámunk folyamatosan nő. Véletlenszerű sorsolásunkon az idén 80 éves Szénatéri Általános Iskola lett a második, úgyhogy most ők következnek. Idén 80 éves a Szénatéri Általános Iskola. Mi persze ellátogattunk az intézménybe, és az igazgatónővel a kezdetekről is beszéltünk. A Székesfehérvár Szénatéri Általános Iskola születése pillanatában Székesfehérvár polgárai építették. 1938. május 22-én volt István király halálának 900. évfordulóján ez az épület átadva. Jelentős kordokumentumok mutatták, hisz már a második országos tanügyi kiállítást nyitották meg ebben az épületben. Ezt a helyét és szerepét egész a háború utánig is betartotta, és az 50-es, 60-as években is, hisz az itt minket körülélő, ölelő lakótelep úgy nőtt ki, hogy a lakótelepen megjelenő első lakók itt végeztek, itt tanultak, és jelentős volt abban az időben az iskolára jellemző módon az, hogy itt volt az énekzenei általános iskola, így képzés itt gyökeresedett meg, itt tanított Knejfel, Feri bácsi vagy Hartyányi Marika néni, és ezúton is kívánok Marika nének sok boldogságot, de ugyanakkor mindig is arról volt híres az iskola, hogy erős nevelő testülete volt a tanulás, és a gyerekek város iránt, a közösség iránt elkötelezettek, neveltük, tehát a gyerekeket. Ezt követően pedig hát ugye ezt a vonalat vittük tovább. A rendszerváltás után előző igazgatóink mentén képviselve volt az értékközvetítés képességfejlesztő program, majd 2000-től ugye a Petőfi Sándor általános iskolájával fúzionálva lett a Székesfehérvári Szénatéri Általános Iskola. A 2000-es évektől elkezdődött a tudatos arculatának kialakítása az intézménynek. Ez az arculat a címek mentén, amit előbb mondtam, hogy örökös ökoiskola, akkreditált, kiváló tehetségpont vagyunk, de fölvállaltuk elsőként az integrációjába a vakok integrálását, tehát már még akkor, amikor még az integráció szóba se jött, mi már foglalkoztunk ilyen dolgokkal. Hagyományosan 20 év óta erős a emelt szintű matematika oktatásunk. A gyerekek a három informatika teremben tanulják az informatikát, de már elindult a programozási és a kódolási ismeretek elsajátítása, valamint hogy elkötelezettek vagyunk az idegen nyelv oktatás mentén. 5. alkalommal járnak a tanulóink a határtalanul pályázatok mentén, és nem utolsó sorban ezt
a gyerekek egészséges életmódját képviselő, és ugyanakkor a gyerekek mindennapi életében való, az életben való beválásáért való tevékenységet mutatja az is, hogy egy erős alapítványunk van, a Tanulás, Művelődés, Sport, aki most a például a Menő Menza programban 15 millió forintot nyert, és mindezt a gyerekek egészséges életmódjának javítása érdekében az elkövetkezendő időszakban, másfél éven keresztül fogjuk a programokkal is biztosítani, nem csak eszközökkel, amit ekkor nyertünk. Tehát úgy gondolom, hogy ez az elmúlt 80 év, ez egy kicsit sűrű, és pont és ugyanakkor az elődök kötelezik is az intézmény nevelő testületeit, amelynek nem csak a hagyományokon alapul, hanem úgy gondolom, hogy élen jár a 21. századi ismeretek elsajátításának megvalósításában is. És hát nagy örömünkre mondanám azt, hogy a 80. évfordulót talán már ősszel az új sportlétesítményben fogjuk tudni ünnepelni, ami az iskolánk udvarán épül. A jubileum alkalmából több programmal is készül az intézmény. Május 23-án lesz egy kulturális bemutató, melynek során a tervek szerint a diákok kidekorálják az új sportcsarnokot, de lesznek egészségmegőrző programok, történelmi játszóház és hagyományőrző foglalkozás is. Sőt, elkészül a szénatopotéka is. A múlt emlékeit azt szeretjük felkarolni, és nagyon örülünk annak, hogy a Városi Levéltár gondozásában megjelent ez a műfaj, hogy úgy mondjam, és volt ugye egy felhívás. Ez a felhívás kapcsán több ezer, mondhatom azt, több ezer hát kép és dokumentum digitalizálása történik jelen pillanatban, és dolgozza fel a topotéka és a levéltár, és ezután is köszönöm a munkatársaknak a segítséget, és ősszel ebből szeretnénk egy virtuális kiállítást, és az intézményen belül pedig egy több mint iskola történeti, hisz azt írt, hogy 80 év a felhívásunkban, azt írtuk, hogy 80 év a szénatér körül. Tehát úgy gondoljuk, hogy 80 év alatt, 80 év elteltével nem csak az iskola belső kultúrája változott, hanem megváltozott a városképe is. A leendő elsősöket iskola nyitogató foglalkozásokkal várják az intézménybe, hogy az óvodásoknak könnyebb legyen az átállás. A foglalkozások során az apróságok megismerik a leendő tanítónéniket, illetve megismerkedhetnek az intézmény profiljával. Székesfehérvári Szénatéri Általános Iskola a város egyik legnagyobb általános iskolája, hát nem csak az épület méretében, hanem a gyerek létszámában tekintve. Ezt tudatosan építünk egyrészt a hagyományainkra, a meglévő címeinkre. Örökös okói iskola vagyunk, akkreditált kiváló tehetség, pont az oktatási hivatal bázis intézménye vagyunk. A hagyományaink az, hogy a felső tagozatban emelt szintű matematika oktatással foglalkozunk, tehetséggondozó idegen nyelv oktatással. Új stratégiai ágként, régi új stratégiai ágként megjelenik számunkra az, hogy nem csak az idegen nyelvre, matematika oktatásra teszünk nagy hangsúlyt, hanem az informatika oktatása szakköri kereteken belül a programozást tanítjuk, és igazából azt a képviselő a Szénatéri Általános Iskola, hogy a gyerek egy teljes személyiség. Tehát a mi nevelő testületünk úgy fordul a gyerek felé, hogy nem csak matematika feje van, nem csak idegen nyelv feje, hanem a teljes személyiségét kell, hogy fejlesszük, és egy boldog, kiegyensúlyozott, távlatokat látó felnőttet képzelünk el majd, hogyha a gyerekek kikerülnek az iskolapadból. Éppen ezért igyekszünk alsó tagozatban minél sokszínűbb programokat biztosítani, nyilván az alapkészségek elsajátítása mentén, és a délutáni tanórán kívüli programokban nem ok nélkül vannak ilyen programjaink a hagyományos szakkörökön kívül, hogy fürkész,
hogy gyöngyfűző, barkács, programozó, sakk, szakkör, néptánc szakkör. Tehát a gyerek mindent megpróbálhat, hisz az első 10 év az, amikor az alapkészségek, képességek kialakulnak, az irányultságot megtalálják, és 5-től pedig azért igyekszünk arra, hogy egy kicsikét már struktúráljuk a pályaorientáció mentén őket, tehát a leendő középfokú beiskolázásra, de ezt úgy tesszük, hogy például mi emelt szintű matematika oktatásunk megalapozza a 7.-8. osztályban megjelenő természettudományos tantárgyakat, a kicsit mumus fizikát, a kicsit mumus kémiát, és a természetismereteket. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek egy jövőképpel menjenek, és egy pozitív jövőképpel, azt, hogy ez a világ szép, ez fenntartható, ez jó élni ezen a földön, és jó együtt dolgozni. Nagy felhangsúlyt fektetünk éppen ezért a közösség fejlesztése, és az, hogy minden gyerek a társai által és a felnőtt társadalom által is elfogadottá váljon, és ugyanakkor ő is beillesz. Ez egy érdekes nevelési folyamat, és nagyon nagy szerencsénk van, ugye olyan erős szülői gárda van az intézmény mögött, aki ezeket az értékeket elfogadja és segíti azt a dolgot, hogy mi a szülői házzal közösen ezen az úton végigvigyük a gyerekeket. Minden tanév kezdet egy jó kaland. És hogy kiknek való a szénatéri? Mindenképpen olyan gyerekeket és olyan szülőket várunk, akik készek ezt elfogadni. Tehát azt, hogy mindegyik gyerekben felfedezzük úgy közösen együtt azt, hogy miben jó, miben tehetséges, és amiben egy kicsit hátrébb tart, azt fejlesszük. Hisz az ember az élete folyamán folyamatosan fejlődik. Több példát tudunk mondani, hogy lehet, hogy valaki nagyon jó helyes írású, de a végén mondjuk mérnök lesz. Tehát, és ez egy kettő nem zárja ki. Nagyon jó matematikus, de költővé, vagy vadakat terelő juhásszá változik. Tehát, hogy egy olyan gyerekeket várunk, akik nyitottak, érdeklődőek, és ugyanakkor szeretik azt, hogyha közösen együtt dolgozunk. Természetesen több iskolába is ellátogattunk, ezeket az összeállításokat a YouTube csatornánkon tudják megtekinteni. Én most megköszönöm figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket, viszontlátásra!